Nagyszeretettel köszöntjük a kedves egyetemi rajongókat. Ahogy ígértük, a Big 12 SEC Challenge-ből mutatunk meg két mérkőzést. Az első az LSU Tigers és az Oklahoma Sooners összecsapása lesz. Mellettem pedig hosszú-hosszú idő után visszatér a szakkommentátori székbe Pálfi Tamás. Szia Tomi! Szia Zsolti, köszöntöm én is a kedves nézőket. Nagyon örülök, hogy egy ilyen meccsre térhettem vissza, ahol az 1-1-esnek várt Ben Simmons-t megmutathatjuk az évjátékosa, de legnagyobb várományos a Buddy Hield ellen. A Simmons közben egy gyors kosárral kezd. Habár annak ellenére, hogy mostanában gyengélkedik az LSU 13-7-es mérleggel, azért minden bizonnyal felszívják magukat az első kiemelt csapat ellen. Másodszor mutatjuk meg az Oklahomát, így például Buddy Hieldet, aki egy triplát ront, és első alkalommal kerül képernyőnkre az LSU Tigers Simmonsról a labdával. Nagy nehezen megmentette, és most talán rendeződhetnek a dolgok. Tim Kollerman tör be, és kiharcol egy faultot, Hield nyakánál kapta el. Érdekes összecsapás lesz, tehát Buddy Hield és Ben Simmons harca. Ilyen negyedéves az első éves ellen, de mind a ketten ott lehetnek az év legjobb játékos a díjért. A helyszín Baton Rouge, Louisiana. Az LSU otthona. Buddy Hield a képen, aki a sérót erre a mérkőzésre is belőtte, ahogy látom. És jó azt látni, hogy az első pontokat az LSU szerezte, hogy abszolút underdogok ezen a találkozón, nem ők az esélyesek. Mint említette Tomás, 13-7-tel állnak, az Oklahoma pedig 17-2-vel, és ebből a kettőből az egyik, a már általunk is megmutatott három hosszabbításos vereség volt a Kansas ellen, ahol az első és a második csapott össze, akkor még második volt a Sooners, miközben Cordermanre fújtak egy faultot. És habár ugye nem egymást fogja a két legnagyobb tehetség a két csapatból, azért mindenképpen az ő párbajukra lesz felfűzve ez a mai találkozó. Nem sok kellett, hogy Buddy Hield megszerezze a második faultját. Egy tripla, ez a Cousins egyenlít. És érdekes látni, hogy Simmons tripla vonalon kívül kapta meg a labdát. Nem véletlen átlagol ő 5 gólpasszt. Letiné a falc, érzésem szerint. Ő nagy hős lehetett volna a Kansas ellen, de rendes játékidő végén kihagyta a büntetőt. Ez a Johnny Jones, láthatjuk az LSU mesterét. Az LSU-ban egyébként, akire még Ben Simmons mellett érdemes figyelni, a Draft Express-en például negyedik helyen a már általad is említett 55-ös számmal Tim Kotterman. Ő még az, aki van rá esély, hogy bekerül az NBA-be. Igen, az év elején Antonio Blake-nit emlegették a draft oldalak. Miközben egy impozáns mozdulatsort láthattunk. Hield menti meg, leosztja a sarokba. Cousins. Rossz pasztad, rohadt az LSU, és Keith Hornsby egy igen szép fa zicser, aztán Cordermen is túldobja a gyűrűt, viszonylag két könnyű dobást rontott az LSU, a Sooners pedig kidobja a pályáról a labdát. Szerinted izgulnak a fiúk? Hornsby teljesen üresen ment zicserre. És ez se volt egy sokkal nehezebb dobás Cordermantől, de jól jött ki belőle a Tigers. Ezúttal bedobja Keith Hornsby. Woodard a labdával. Ő is jól játszott a Kansas ellen, és hát Hield mellett egy szintén megbízható pontja az Oklahomának, nagyon jó keze van. Hornsby szépen zárta ki az Oklahoma játékosán. Szerintem elléptek Edim Letin, nem fújtak a játékvezetők. És egyelőre az ország legjobb csapatának megítelt Oklahoma akadozva kezdi a találkozót. Cousins! Egyelőre 2-2 a Isaiah Cousins. És Simmons arcába dobta.
aki azért eléggé kint védekezett, már magas termet ellenére kisebbeket is viszonylag jól meg tudja fogni. Ben Simmons a labdával. Hornsby kapja. Hú, de furcsa dobó. Igen, a dobó mozdulat nagyon furcsa, de viszonylag jó százalékkal értékesíti ezeket. És egyből láthatjuk, hogy duplázták a képen látható Ben Simmons-t, aki azért így is ki tudta osztani a labdát. Hát nem rajta múlik, hogy nem játszik jól az LSU. Spengler áll be egy hármasba. Letím segítsége visszapattogott a labda, Buddy Hield pedig elsüllyeszti az első tripláját. Hát nem véletlenül vezeti az országot dobott pontok kategóriában. Viktor szépen ment el, és most ide-oda váltják a csapatok a vezetést. 6 pontot szerzett a Tigers a festékből. Talán ez az első olyan meccs, amit együtt közvetítünk, és a csapatok jó dobó formában kezdik a meccset. Ó, oh, mi történik? Igen, legutóbb, ha jól emlékszem, Kansas Oregon State-et nyomtuk együtt. Igen, de azt arra emlékszem, hogy majdnem az összes meccsen az első pár perc arról szólt, hogy a csapatok nem találtak be. Pedig Buddy Hield a jó védelem ellenére bedobja. Igen, hát Balázsra is megjegyeztük legutóbb a Kansas ellen, hogy 11-ből 8-3-as dobott be, és majdnem az összeset emberről. Ben Simmons középtávolról. Örülünk, hogy ezt megmutatja, nem gyakori egyébként, hogy ezekbe beleáll. Hát és így is még előre lépett egyet, hogy azért biztosabb legyen. De hát ugye a költői kérdés, hogy miért dobáljon kintről, hogyha általában egy-két lépésből megveri az emberét. Hát ebben lehet fejlődnie gyakorlatilag az egy per egy várományosnak kinti dobásaiban. Woodard triplája. Nem jó, és a második támadó lepattanó Hield áll bele, az sem jó, a harmadik támadó pattanó, Spengler pedig behúzza az eliupot. Hát ezt jó sokáig játszották, ez úgy volt felírva, hogy ezt be kellett dobni az Oklahomának. Megérdemelték, hogyha ennyire mentek a támadó lepattanóért. Elaludt kissé most a Tigers védelme. Quarterman. Nem jutott el Patterson-ig a labda, és a 16 perc alatt időkérés, az első szusszanás. Annak ellenére egyébként, hogy jó tempóban kezdődik ez a mérkőzés, a Pete Maravich center nem ízott annyira, hogy nem volt akkora hangulat, mint mondjuk egy Kansas vagy Kentucky meccsen megszokhatni. Egy tripláról maradtunk le, a kommentár szerint Quarterman dobta be. Idén harmadszor rendezik meg egyébként az SAC Big 12 Challenge-et, ahol természetesen az SAC és a Big 12 csapatai küzdenek egymással. Egy teljesen véletlenszerűen kiválasztott sorrendben. Most épp úgy alakult, hogy LSU Oklahoma, és a másik találkozunk majd a Kentucky Kansas lesz. Egy-két nappal később kerül majd fel az oldalunkra. Egyre nem sülnek az Oklahoma kezek, ugye hát ők nagyon is a távoli dobásokra építenek. Spengler zsákol megint egy nagyot. Gyakorlatilag 5 az 1-ben futottak. Az LSU ezt kicsit feladta, ezt a védekezést most. Ezt emeljük ki a Sooners legnagyobb hátrányaként, hogy tud-e bajnokságot nyerni egy olyan csapat, ami ennyire a három pontosokra és a távoli kettesekre épít? Simmons osztja ki. Pedersonnak osztották vissza. Viktor kapja meg. És megoldja Craig Viktor. Szépen csinálta az embere felett. Cousins törtbe. És láthatjuk, hogy megint a periméterre épül a támadójáték. Spenglert nem tudták megjátszani. Borzasztó dobást vállalt Cousins. Nem kapott faultot, és úgy néz ki, blokk se volt. Peterson jól megfogta, hogy végig előtte maradt.
Itt az előbbi fédővéje Viktornak. És itt pedig még az eladott labda az 5-1-es lerohanás után. Fenger tépette le a gyűrűt. Az LSU támadási abban a szempontból érdekesek, hogy talán ez volt az első Ben Simmons zárás, amit felüladtak, eddig mindig gyakorlatilag egy helyben állt bal oldal. Patterson a palánkról! Hát ezt nem biztos, hogy így akarta, de a végeredmény a 3 pont. Hield válaszolhat. Nem kezd jól egyelőre Buddy Hield. Simmons hozza a labdát és egy indítás. Antonio Blakeney most. Mekkora hármas volt. Szinte minden meccsünkre jut egy ilyen polánkos tripla. Lépés hiba? Forlermel léptem. Itt pedig Ben Simmons. Hát nagyon régóta ígérgettük, hogy megmutatjuk. Most épp az ország legjobb csapata ellen sikerült. pontot, 13 lepattanót és 5 gólpaszt átlagol. Első évesként elképesztő teljesítmény. Spengler oldja meg. És hát gyakorlatilag a hátán cipeli a csapatot egész évben. Nagyon kiugróan rossz meccse talán nem is volt. Igen, valamelyik statisztikai kategóriában mindig jeleskedik. Tehát tudjuk, hogy ezen a találkozás egy rádobása volt 8 perc alatt. De hát most az LSU-nak megy egyelőre. Kintről is. Letin! Viktor fölött, és ráfújnak egy faltot Viktorra. So we'll take a break at the 11:57 mark. 12 perc alatti pihenő. Ilyenkor mindig az az érzésem egyébként, amikor ilyen tiki-taki falt van, hogy most azért fújtak a játékvezetők, mert tudták, hogy a következő megállásnál is időkérés jön, és minél előbb essünk túl rajta. Általában akárhányszor ilyen 12-8-4 perc eltelik, egy pár másodperccel jön egy hülye fújás. Ezt megfigyeltem. Vagy lehet ez a mérkőzésen is fejvom erre a figyelmet. És úgy néz ki, hogy megint egy kicsit később érkeztünk vissza a találkozóra, mert a második büntetője dobta Letin. Na, most egy kisebb összezavarodás volt. Josh Gray állt be most, és megint csak Simmons a pozícióban, ezután eladja Ben Simmons. És ez megint csak baloldal. Baloldalon vette fel az emberét, és semmi mozgás nem történt az LSU támadó játékával. Cousins ront, Spengler küzdött érte, de a pattana végül Patterson élet. Simmons nagyon szépen kiért a tripla vonalra, hogy megfogja ezt a dobást. Ho, azt hiszem beleáll Patterson az előbbi falánkos. Steph Curry, megéreztem, hogy az elbetűről dobta volna. Simmons összelapátolta, Viktornak osztja le, Craig Viktor pedig bedobja. És láthatjuk, hogy egyelőre az Oklahoma pont annyiszor talált be a festékből, mint kintről. Csak hát 9-el több rádobásuk jött a festéken kívülről. Hield! Spengler osztja tovább Walkernek. Most a Simmons maradott a kicsin. Nézzük Spenglert. És rárobbant Ben Simmons. Láthatjuk, hogy csak lábak és karok alkotják az embert. Blakeney. Ő is bedobja. Elmegy 8-al most az LSU. Van ott hangulat azért. Nem hát mondta, igen, nem. Ahogy így kezdenek belejönni, szurkolók is kezdik elhinni, hogy azért itt lesz ma esély. Cousins dob egyet, középtávolról kissé elcsendesíti a nézőket. A Kansas ellen borzasztóan játszott Isaiah Cousins. Ó, lement spárgába most. Van még idő. Simmons kapja meg. Megint egy leosztás. És ezután lejön Viktor középtávolia. Hát ezekből van 5 gólpassza neki meccsenként. Ennyire figyelnek rá, hogy valaki mindig üresen van, csapattársakat pedig ilyen helyzetben remekül találja meg.
az első éves ausztrál. Kentucky Kansas, a következő találkozónk. Tommy már nagyon várja, már lehet, hogy a két meccs közt egy kávét bedob azért. Gyakorlatilag az összes, majdnem az összes Kansas meccsen sikerült ott lennem. Igen, kivéve az Oklahoma ellen, hát kivéve a legjobb meccs. Egy hatalmas thriller volt. Reméljük ez is lesz annyira izgalmas. A negyedik és a 20. kiemelt csapat. Az NCAA két legtöbb győzelemmel rendelkező csapatáról van szó. Hield! Meglepő módon most egy kettest is bedob. 5 pontnál. Már csak 20 kell neki, hogy az átlagát behozza. Blakeney! Robinson állt be most Viktor helyére. Testes, magas. Gray! 5 másodperce van. Josh Gray beleáll. Hú, de szép nagy tégla volt. Hield! A gyűrűig. Ez az egész előző LSU támadás eléggé szenvedett. Majdnem kirepült. Igen, elég sokat totojáztak a labdával. Lehetetlen helyzetbe került Josh Gray. És elolvadt az előny. Az előző Buddy Hield kosár után Hornsby fura mozdulatával visszapattan Simonsig, és egy buta falt. Na jól láttam, akkor Walker ütött oda a mindenhatónak. Két könnyű zicser dobott Buddy Hield Juniorban. Hát igen, gyakorlatilag feltűnésmentesen hozták vissza a hátrányukat. Simmons kiharcol egy faltot, és szivárvány nem jött be. Megpróbálta eladni, hogy dobás közben volt a falt. A nagy konferenciák közül ezek a lerohanásos pontokban mind a ketten a top 4-ben vannak, Hield és Simmons is. Quarterman, be kell dobni lassan. Ezért abszolút látszik, hogy Simmons az alfája és az omegája ennek a csapatnak támadásban is. Quarterman tripla és egy újabb Simmons gólpassz. Jól triplázik egyre az LSU. Az előző három találkozójukon nem jutottak el 6 tripla fölé. Most már megvan 3 is az első félidő felénél. És nézd meg, az erőcsatárban Simmons hozza fel a labdát szinte minden támadásnál. Hornsby! Nagy pattanó Robinsontól. Ezeket a Hornsby dobásokat nem, kicsit nehéz a szememnek feldolgozni. Igen, mintha így a könyöke kitörne minden dobásnál. És itt az előző gólpassz, amit nem tudtunk megnézni. Igen, gyakorlatilag az Oklahoma eléggé behúzódik, tudván azt, hogy kívülről annyira nem jó a keze Ben Simmonsnak, ami talán az egyik hiányossága. Viszont amikor elkezd betörni, akkor meg szépen osztogatja le. Igen, hát nem dob rá, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez most az erőssége vagy a gyengesége. 3 tripla kísérlete volt, abból egyet bedobott idén Ben Simmons. Quarterman Hilden. És egy eljúp lett volna. Ez viszonylag könnyű zicser. Inkább tűnt rossz dobásnak. Igen. Eljúpnak. Viktor rontott 2 nagyon könnyűt, de aztán a bírók megmentették Greg Victort. Dick White pedig mindjárt szívinfarktust kap, hogy lehetett 2 ilyen dobást kihagyni. Robinson mehet büntetőzni. Ben Simmons pedig csatlakozhat azokhoz a nevekhez, akiket az LSU nevelt ki. Igen, több nagyobb név is játszott az NBA-ben, Bob Petty, Shaq, vagy az arénát róla nevezték el Pete Maravich. A jelenlegiek közül pedig Brandon Bass, vagy Marcus Thornton pattogtat az NBA-ben. Itt pedig Lon Kruger. A második büntetőt bedobja Albert Robinson.
És amilyen csöndbe visszajött az Oklahoma, olyan csöndbe lép most el az LSU. Most belefújtak Dante Buford third-be. Folyamatosan úgy tűnik, mintha hogy változtatnák a logót itt a LSU tér felé a jobb sorokba. Vagy a Big 12 SEC Challenge-nak a reklámja, vagy egy gyorsétterei reklám van. Minden támadásnál más kivetítve van. Mit szólsz ahhoz, hogy most a tripla vonalat is kiszínezik az NBA-ben közvetítéseken? Néztem a... Cavaliers Spurs volt az néztem, igen, de úgy őszintén, ha nagyon nem azt figyelted, akkor nekem igazából nem tűnt fel. Furcsának furcsa volt, de én azt hittem, hogy sokkal világítóbb lesz, vagy sokkal észrevehetőbb, de... Az lehet, hogy már elrontaná a közvetítést. Hát alapból sem értem, hogy mi szükség van rá. Hield! Ezt most ő se tudta megoldani, de egy feldobást kiharcol, és ezzel marad a labda a Soonersnél. Possession arrow neki kedvezett. Most Dick Vitale elmondja, hogy szerinte fel kéne most már dobni ezeket a labdákat. Hield egy középtávoli. Buddy Hield egyszerűen annyira komplett támadó arzenállal rendelkezik, mint amit tavaly elmondhattunk Okaforról. A palánk alatt az gyakorlatilag Buddy Hield tudja a periméteren. Szép középtávoli. Nem az első szép magas ívű Viktor dobás volt. 10 pontos Greg Viktor. Ellopja a sót egyelőre a másik magas embertől. Lépéshiba. Christian James lépte el. Freshman hiba volt. Visszajön Woodard. És most Cousins csücsön le. Lon Kruger nyilatkozta egyébként, hogy Buddy Hield és Cousins az a két játékos, aki gyakorlatilag soha nem tud elfelejteni, soha nem volt két ilyen játékos, akiket ennyire szeretett edzeni, mert mindkettőnek olyan jó természete van, hogy imádnak gyakorlatilag edzeni és játszani, és mindent megadnak a kosárlabdáért. Blakeney dobott egy triplát közben, amivel most elszaladt 10-re az LSU. Hát igen, ugye két végzősről van szó, Cousins és Shield személyében. És ha mikor máskor, mint a végzős évükre, nőtt köréjük úgy a csapat, hogy gyakorlatilag a bajnoki címre is esélyesek. De hát ebben a szezonban ki nem esélyes a bajnoki címre, gyakorlatilag 15 csapatot fel lehetne sorolni, aki odaérhet. Igen, és egyébként szerintem Hield annak a... éppen, hogy lejön a tripla. Szóval Hield annak egy jó minta példája, hogy szerintem miért kéne több évet tölteni a játékosoknak az egyetemen, mert tényleg a harmadik-negyedik évre fejlődnek ki igazán a játékos tulajdonságai, és gyakorlatilag azért elég sok olyan van, például Labissière szerintem nem áll készen még jelenleg. Diamond Stone a Marylandben szintén freshman. A végtelen határról egy tripla! Tim Corderman 3-ból 3! Volt önbizalmas srác, nem? Jöhet rá a válasz! Jön is! Hú, elindultak a csapatok, Jordan Woodard első hármasa. Ezért még mindig 10 van közte. És most Corderman bent harcol ki egy faltot. Hát igen, itt ugye a nagy kérdés az előző témára, amit ugye szétüvöltöttünk, hogy most az NBA csapat szeretné-e kinevelni a játékost, vagy hagyják, hogy az egyetem nevelje ki, és aztán lehet, hogy becsöppen egy olyan rendszerbe, ami mondjuk teljesen nem az ő kezei közé áll, vagy áll rá. Ezért inkább igyekeznek a fiatalokat behúzni, és ők maguk foglalkozni velük, de hát van egy-két NBA franchise, aki egyszerűen nem tudja kinevelni a fiataljait, és megakadnak folyamatosan. Jó, az első a Van and One-ból.
De például ugye Buddy Hield negyedévesen meg egy abszolút komplett játékosnak néz ki, és a kora ellenére, vagy hát a kora miatt sorolják jóval hátrébb, mint a 19 éves fiatalokra. Igen, természetesen mondhatjuk, hogy mondjuk Brandon Ingram csak azért lehet mondjuk a második, harmadik pick a drafton, mert 19, és mondjuk Buddy Hield azért lesz mondjuk a lottery végén, mert már 22. Igen, gyakorlatilag most a Draft Express-en 17. A Pacershoz van sorolva. Spengler dobott egy szép zicsert. Jól láttam, akkor Woodör csinálta meg neki a helyzetet. Teljes videlem elugrott rá. Tartja 10 pontos előnyét az LSU Tigers. Ben Simmons még egyre 4 pontnál, mert volt még egy középtávolia az első kosár után. De hát a kinti dobások egyre borzasztó jól sülnek az LSU-nak. Ez most például egy rossz példa volt, Hornsby rontott, és a labda az Oklahoma-i lesz. És most is Ben Simmons megkapta a triplának a tetején, de gyakorlatilag a gyűrűre nem nézett, tehát agyból azt nézte, hogy hogy tudja leadni. Csapata viszont egyelőre maga biztosan vezet, és annyira nincs szükség arra, hogy pontokat hozzon. At 38-28 csordogálunk az első félidő végéhez. Spengler duplázzák. Visszakapja Spengler. És ráfújnak egy faltot Jalen Pattersonra. Igen, hát kicsit sajnáljuk, hogy Simmonsból nem látunk többet. Egyelőre viszonylag csendes, és a társai viszont jól teljesítenek. Igen, azt akartam mondani, hogy a szánsegédek hozzák a pontokat. James osztotta le, aztán nem tudta befejezni Dante Buford, indult Simmons. Leosztás szép volt, de három ember között azért nem volt könnyű dolga. Megint kiürítették teljesen a bal oldalt Simmonsnak. És nézd meg, jobb kézzel oldja meg, pedig ugye balkezes játékos. Ez is nagy erénye, hogy gyakorlatilag mindkét kezét ugyanolyan ügyesen használja. Igen, gyakorlatilag Okafor-szerű. Így egy évesen már hozzá hasonlítok játékosokat. De hogy ugyanúgy kitartotta a labdát, mint Jalil. És akkor most balkézzel jön a büntető. Nem jó. De igen, egyáltalán nem látszott, hogy a jobb keze lenne a gyengébbik. Igen, ha belefújtak, de azért azt a horgot befejezte. És hát az előbb Dick White elemlítette, hogy őt nem érdekli, hogy 6-9-6-10 magas simán lehet irányító az NBA-be. Ezt most ellépte Ben Simmons. A bíró nem hitte el, hogy ekkorákat tud lépni. Igen. Jánniszosan kilépte. Nem volt ez szép. Hát egy szinten feljebb ez lehet. Igen, ott volt. Ez egy kettő plusz egy. Nem biztos, hogy befolyak. 4 gólpassza van már. Cousins osztja le. Christian James pedig elsüllyeszt egy hármast. Lopakodik vissza az Oklahoma, és már 9-3-as láttunk. Szépen csinálta Cousins ezt a kiosztást. Hornsby. Patterson osztja le, belepiszkált Cousins, és a játékvezetőről bemarad, de fújta. That's Hall of Fame Bill Self. Jön Buddy. Building a monument for him. By the way, they built a monument in Los Angeles for the Shaq. Shaquille, who caused a real stir with some of his comments, which is only joking. I mean, I can tell you, I did a 2-minute warning az első félidőben. Megint csak Simmons, ezúttal most már James fogta, és egy újabb tripla, itt Hornsby dobja be. Az 5. gólpassza Ben Simmonsnak. Igen, Johnny Jones azért nem nyitja ki nagyon a playbookot, tehát Simmons bal oldalt, és akkor utána történjen valami.
Cousins válaszolhat. Válaszol is a Hornsby triplára, jön egy Isaiah Cousins tripla. Mondtad, hogy a múltkor nem játszott jól, eddig azért elég jól teljesít. És jönnek a hármasok sorban, ahogy azt várni lehetett. Az Oklahoma-t az LSU-tól nem feltétlenül. Hild lépi ki, és kiharcol egy faltot. Corderman pedig hazaugrál mindjárt dühében. Igen, ezt mondjuk le lehetett volna osztani, de hát megint 3-2-ben mentek. Itt pedig az előző, ez a Cousins 3-as. Hild büntetőszett. Továbbra is 50% fölött mezőnyből, 50% felett a tripla vonalról, és 90% felett a büntető vonalról Buddy Hield. Hihetetlen teljesítmény lenne, hogyha ezt az egész szezonban tudná tartani. És ez nem arról van szó, hogy nem vállal dobást, és így vannak meg ezek a százalékai, hanem... Nem, abszolút. Volt több olyan visszajátszás is, hogy látszott, hogy futás közben kéri. És lendületből be tudja fejezni, legalább ugyanolyan eredményesen, mint a triplákat. Tényleg egy nagyon komplett srác. Hát ahogy elmondtuk Denzel Valentine-nál is, úgy elmondjuk Buddy Hillnél is, hogy negyed éves létére gyakorlatilag egy teljes vezéré fejlődött ki, de az NBA-ben azért nem feltétlenül ebből a pozícióból fog indulni majd, hanem nyilván kisegítő szerep vár rá eleinte. Betakarják most Hildet. Aaron Epps osztott ki egy búrát. Simmons pedig mutatja, hogy szeretne támadni egyet. És úgy néz ki, eléri, amit szerete. Lesz, jöhet. Fél perc a fél időből, Josh Gray dirigál most, aztán kikér egy időt. Igen, ugye most idén, amikor játékban van a labda, akkor az edzők nem kérhetnek időt. Úgyhogy gyakorlatilag Jones bekiabált Graynek, hogy kérjen időt. Ez elég furcsa szabály. Hát igen, most döntsék el a 18-19 évesek, hogy most akkor végigvigyük a támadást, hogy időt kérjünk. Chris Webber. Joe Lunardi bracketology. Az LSU jelenleg még benn van a bracketén, de hogyha ezen a találkozón is mondjuk kikapnának, akkor nem biztos, hogy jövő héten is benn lennének. És egy erre Golomán Gyuri és a UCLA is benn van, Joe Lunardi szerint. Bekövetett az édesanyja Twitteren Golománnak. Ez életem egyik főpontja. Az önéletrajzomba beírom. Nagyon örültem neki, meg is lepődtem, de tweeteltem egyet Gyuriról, és azok után nem sokkal jött a követés. Josh Gray az S betűn cselezget. Lassan el kell indulni. Victor. Bocsánat, Epps dobja be a hármast. 3 másodperc marad, egy labdaszerzés, dobni kell! Lépéshiba. Hát pedig azért megnyomták ezt az utolsó 30 másodpercet. Igen, meglepő volt azért, Aaron Epps-től nem vártam a hármast. Aztán Gray megszerezte, de nem ütött el a labdát és ellépte. 0,2 marad. Buddy Hield pedig ott egy LSU szurkolót kidobósozott. 44-36 az első féldő vége. Egyelőre érik a meglepetés. A nem rangsorolt LSU, hát nem mondom, hogy Ben Simmons vezérletével, mert egyelőre kissé halk. De segédletével mindenképpen. Hangos a Plon Krügert. Buddy will get his shot. You know, we need to get to him a little bit more. He needs to move the ball a little bit more quickly. Set better screens, use screens better. All right, thank you, coach. Krüger azt emelte ki, hogy az első kérés ez a csapatra vonatkozott. Jobban kell védekezniük, jobban kell mozgatni a labdát. A második kérdés meg inkább Buddy Hieldre, és elmondta, hogy neki azért meg lesznek a dobásai.
de ott is még egyszer hangsúlyozta, hogy jobban kell mozgatni a labdát a csapatnak, hogy meglegyenek a dobó helyzetek. És azért azt nem mondhatjük, hogy nem sültek az Oklahoma kezek, azért Cousins is dobott két triplát, Hillnek is van legalább már kettő. Erre épül ugye legfőképp az Oklahoma támlójátéka. Most azért igyekeztek megbontani a védelmet, ugye Hillnek volt egy-két betörése, meg hát lerohanásból szereztek jó sok pontot, és Thomas Simmonsból is látunk egy csokrot. Simmons egy picit abból a szempontból emlékeztet Wigginsre, hogy Wiggins sem volt az a tipikus alfadog, vagy mellétverő alfahim. Igen, inkább ilyen csendesen dolgozott, de hogy ugyanakkor látszottak, hogy a tehetség abszolút megvan benne. És azért néha nagyon szép mozdulatokkal vétette észre magát, de hogy alapból nem az a extrovertált személyiség. Szerintem ez nem feltétlenül baj, de... Nem, abszolút nem, csak mondjuk Buddy Hield, de látszik, hogy ő sokkal jobban szereti, hogyha nála van a labda, illetve ő inkább tűnik olyan igazi vezérnek. És hát végül is itt is most megszerezte a labdát, és támadhat a csapata. Johnny Jones azt emelte ki a fél időben, oké, hogy 4 pontja van csak Ben Simmonsnak, de rengeteg kosarat gyakorlatilag azzal szerzett meg, hogy őt becsapdázták és kiosztotta. Ettől függetlenül impaktja van a találkozóra. Cousins! Keresi az üres embert, Isaiah Cousins. Woodard. Na nézzük, Cousins mit alkot Simmonsról. Kiosztja, 8 másodperc, Buddy Hield. Ismét egy betörés, és ezúttal most túldobta a gyűrűt, nincs falt. Corderman lódul meg. Most mindkét betörés arra emlékeztetett, hogy keresték a faltot, de... Hield üresen. Woodard megugrasztja a védőket és bedobja. Ez most szépen csinálta a nagyok között. Ennél üresebb hármas, ez nem egész szezonban nem volt Buddy Hieldnek, mint az előző. Talán meg is zavarta. Igen, ez volt a gond, hogy nem lóptak az arcába. Simmons. Cornerman, tovább játszó Victornak. Betalad Craig Victor. És bedobja. Ez a Victor srác nekem nagyon tetszik. Ezen a meccsen meg kell, hogy mondjam. Jó játszik. Most már az átlagához közelít. Mindig vannak ilyen random kedvenceim. Spengler hagyta el. Ó, milyen dobás lett volna. Ha bedobja Corderman. Mit? A triplái szépen behullottak, de ezeket az ígyszereket valahogy túl sok a mustár. Igen, a hot dogon. Újraindult a támadóidő, hogy nyugodtan pattogtathat Patterson. Feláll. Ezt is a polánkról dobta volna be. Victor kezébe pattan. Nem tudta megoldani. Victor nem kapott faltot. Hield. Woodard lassított le. És az rápattant végül Woodard lábára. De az LSU-nál tartja előnyét az LSU. Hát lenne egy court storm, hogyha elhasonlna itt a... Na igen, elképzelhető. Az első kiemelt Oklahoma. Az újabb rossz passz Simmonstól, de társak megmentették. Így is kevesebb eladott labdája van az LSU-nak, még ennek ellenére is. És hektikus most a játék, újabb labdaszerzés Hornsby. Simmons, bedobja Ben Simmons. Ugyan Simmons egyébként az ilyen rohanós játéknál jönnek ki a fő erősségei. Cousins törtve, nincs volt,
Növelheti 10 pontos előnyét a Tigers. Kérte Simmons a labdát. Nem kapta. Hornetley visszaforgatta Patterson, nem most pedig már Corderman. Na nézzük Ben Simmons-t! Wow. Ennyi! Ennyi! Úristen! Ben Simmons 4-ből 4 mezőnyből! Egy lépéssel megverte és visszahúzta. Talán ez a jelenetsor megmutatta, miért várják egy per egynek. Gyakorlatilag a semmiből. Tehát meg is maradt a szája. As a specialty because he was NBA coach, but is it true, Dick Vitale, that you only paid him $9,000 in his first job? Well, I only was getting és gyakorlatilag gond nélkül, tehát semmilyen megerőltetés nem volt benne. Nem, ugye elsuhant gyakorlatilag. Patterson, Simmons, Corderman megugrasztja Kazinszt. Csak rádobták. Nem jó a triplája Pattersonnak. Nem, de az LSU-é. Amíg hullanak az LSU triplái, az Oklahoma pedig kissé csendesebb a tripla avantúrral, addig egészen hihetetlen módon, de egyértelmű esélyes az LSU. És nem csak a vezetés miatt mondom ezt, hanem azért, mert az Oklahomának abszolút a triplákra épülnek a támadásai. Corderman, Hornsby, és a fura dobó mozdulat megint betalál, 14 már közte. Az eddigi dobó helyzetekhez képest most ezt jól végigjátszották, és elég üresen is maradt. Hildál bele! Nagyon kellett Buddy Hilltől! Hát ha ő beindul, akkor lehet vigyázni. 2 per 7 azért az nem 50%. Simmons megint! Az is jó! 5-ből 5 Ben Simmons! Ezt is kézzel csinálta. Igen, hát nálam nem meglepő, hogy mind a kezét borzasztó jól használja. Hilt kapja. Ketten rajta, Corderman ki is üti a kezéből. És kiharcolt egy faltot. Ja, most szépen megfogták, látták, hogy gyakorlatilag az Oklahoma nem bővelkedett kreativitásban, úgyhogy Buddy Hilltől könnyen elvették, itt pedig Simmonsnak a szép befejezése a védőfelé. 5-ből 5! Big Ben! Ebből a szempontból azért örülök, hogy nem egy ilyen 0-per-4-es meccsét mutatjuk meg, amit nem volt neki ilyen, csak most kijött a példa. Például Brandon Ingramet pont olyanra mutattuk meg. Igen. Grayson Allennek is kb. A harmadik meccsére kellett várni, mire 20 pontig eljutott. És egyelőre több pontot dobott Simmons, mint az Oklahoma a második fél időben. Opa. Második és 10. Igen, lehet, hogy azért Johnny Jones megemlítette neki a fél időben, hogy vállalhatna többet Simmons. Ez volt az ultimate facepalm. Woodard. Most ott Viktor védekezett rajta. Cousins. Spengler üti vissza, Spengler visszakapja, Hilt üresen marad, Buddy Hiltet még nem lehet ennyire üresen hagyni. Tehát Simmons ebben a támadásban védekezett Woodardon, Lettinen és Spenglerön is, tehát azért az is megmutatta, hogy eléggé sokoldalú védő, ami azért elég fontos. Corderman válaszol Hilt triplájára. 15 pontnál Tim Corderman. 4-ből 4, és elég magabiztosnak tűnik a tripla vonalon túlról. A festékből már nem annyira. Na nézzük, bemelegedette Buddy Hield, és bevágott 2-3-ast. Érik a meglepetés! Hát extra kell az Oklahomától itt az utolsó 10-15 percben, 14 percben. Három faltnál közben már Tim Corderman vigyáznia kell. Hát
Cousins elcsendesedett, Woodwardből se látunk sokat, és hát Hill sem dob jó százalékkal. Cousins. Középtávolról beszórja ez a Cousins. Nem az első ilyen dobása volt. They're going to take Quarterman out and put Josh Gray in here because Quarterman's out there with three fouls now at the 13-30 mark. Jones already has. Mint egy pingpong labda olyan a kezében az a kosár, ami Simmonsnak. Quarterman. Victor jött most föl a tripla vonalra. Patterson. Victor kapja vissza. Ó, Latin betakarta. Nem volt lépés. Az sem. Mert kétszer is be lehetett volna fújni. Hagyják most a csapatokat játszani. Szimpatikus bírói mentalitás egy ideig. Isaiah Cousins megint. Latin, 5 másodperc. Spengler egy hármas. Beszorja Ryan Spengler. Elindul az Oklahoma tripla gyártása. Csendes 11 pont. És azért feljöttek a 14-ről 8-ra. Igen, szívják két triplának. Quarterman, Hornsbynak osztja ki. Nem pattam be, Simmons megküzdött érte és kiharcol egy faltot. Igen, ezt most nagyon szépen csinálta, két ember között szedte le lepattanót. És kisebb szóváltás. Kentucky, Kansas, nem tudjuk eléggé reklámozni magunkat. Mindkét csapatnak nagyon fontos lenne a győzelem. Kissé akadoznak most. Nyert a Kansas egy két hete még első kiemelt volt, aztán utolsó ötből háromszor kikaptak. Ben Simmons pedig hát megmutatja univerzális játékát. Feltöltötte abszolút a statisztikai lapot. Betapja a második büntetőjét. Jön a szaltó. Visszajön Blakeney. Megcsütse három falta a Quarterman. Most kell egyébként odafigyelni az LSU-nak, hogy ahogy kezd belejönni az Oklahoma, azért ne tudjanak annyira üresen triplázni, hogy akár 6-4 pontra visszacsökkentsék a különbséget, mert azért tehetségben, meg felkészültségben talán erősebb az Oklahoma, és az olyanok az utolsó percekben eldönthetik. Spengler Simmons mellett. Kilépett. Igen, jó, hogy ezt kiemelted, mert azért, hogyha most még egy 5-6 percig tudnák tartani ezt a 10 pont körüli, vagy 10 pont fölötti előnyt, akkor azt azért hazai pályán már csak le kéne zárni. Igen, és ugye fontos, hogy ne adják el a labdát, mert az Oklahoma kegyetlenül kihasználta eddig az eladott labdákat. Kiütötték Simmons kezéből, nincs falt. Jó, hogy mondtam, hogy ne adják el a labdát, mert egyben sikerült. Cousins blokkolta Epps, aztán Spenglert is, de arra már ráfújtak egy faltot. Tenacious Simmons, Dick, is 5 of 5. He was 2 of 2 at the intermission. He hit all 3 of his shots. Jó, az első büntetője Spenglernek. Jön közelebb az Oklahoma. And he's also, his presence creates opportunities for kids like Quarterman and then because he draws so much attention. Hát 10-en belülre jöttek. But can a team like this finish against a veteran team that plays so well together? That's what stands out about OU. Simmons. Igazából rá se nézett a gyűrűre. Igen, azt nézte, hogy tudja leadni. Gray pozícióba kéri Simmons, Spenglerrel birkózott. Blakeney. Nehéz dobás. Torkával szédült ki, de azért nem volt egy jól megszervezett támadás ez sem most.
Walker kapja meg. Aztán előbb-utóbb biztosak voltunk, hogy Buddy Hield az is eljut a labda. Na ő pályán van, azért rajta átmennek a támadások. Walker. Spengler. Walker emeli rá. Nem jó. Most picit megúszta az LSU, mert azért nem védők gyűrűjéből dobta ezt el. Igen. Na nézzük Simmons-t. Csinál-e most valami varázslatot, mint az előbb? 10-en belül a támadó idő, és egy labdaszerzés Isaiah Cousins-tól. Nemes egyszerűsége vette ki, Simmons szerzi vissza. 3-1. Nem sikerül. És Simmons gyötri vissza. 6-ból 6, Ben Simmons. Hát ebben a támadásban is egy labdaszerzés, egy lepattanó és két pont. Hield! Nem igaz, mit dob be Buddy Hield! Ezek honnan jönnek neki? És ugye ő 20 pontnál, Simmons viszont ebben a második félidőben azért sokkal jobban kinyílt. Még mindig hét közte. Simmons kapja meg. Gyakorlatilag. Ijesztegetett. Epsront egy triplát. Spengler mindkét oldalán készen álltak a társak, hogy besegítsenek, ha Simmons betörésre adta volna a fejét. Hill törbe. És egy faltot fújnak. Lépéshiba helyett. Az LSU banána jött a háttérben. Lépéshibát reklamáltak. Hűha. Igen, mielőtt ellépte volna. Itt még az előző Simmons labdaszerzés. Reméltem egy alley-oopot, de... Igen. Adta volna magát, hogy leadja még egyszer. Spengler is csak ijesztegetett. Hield. Visszakapja Buddy Hield. Most Simmons védekezik rajta. Nem jó tripla. Walker szerzi vissza, elkapkodta, és most Corderman lódulhat meg. Könnyű kosarakat hagyott most ott az Oklahoma. Meg most Antonio Blakeney is. Talán ha elsőre eldobja, akkor jobban járt volna, mert utána már nem volt meglendület. Most kicsit megálltak a csapatok a pontszerzésben. Spengler tripla. Az is benn van. Négy közte. Hát nem sikerült megtartani sajnos azt az előnyt az LSU-nak. 8 perc még. És időt kér a Tigers. Johnny Jones. Hát nem tetszett neki, hogy eltűnt 10 pont az előnyből. A két legtöbb győzelemmel rendelkező csapat. UK, KU. Várjuk azt a találkozót is. Tommy múlik, mennyit szusszanunk közben kettő közt. Én készen állok a dupla fejű második részére. A második félidőben nem esnek be az LSU hármasai, emiatt tűnt el az a különbség. Hát igen, Simmons-t ott átölelt a hátulról Dante Buford. Not necessarily in that order, folks. Hornsby. Comes Hornsby. Bedobja. Azért ez most nagyon ráfért az LSU-ra. Mert ha még tovább csökkent volna a különbség, azért
elég demoralizáló lett volna. Igen, az Oklahoma bármikor benne van, hogy ledolgoznak egy 6-8 pontos hátrányt. Buddy Hield újabb triplája. Pláne így. Például ezekkel az ötödik triplája Buddy Hieldnek. Hát ezt mondtuk, hogyha ő elkapja a fonalat, akkor vigyázni kell. Akkor gyakorlatilag vége is, tehát nem lehet vele mit csinálni. Simmons kapja meg, elcsúszik, de megmentette a labdát. Quarterman, és Viktor megoldja. Az a passz is szép volt, a sarokban is üresen volt a társ. Simmons pedig elemi lendülettel akart elindulni. Igen, kis előrébb járt, mint a teste, meg is csúszott. De hát látod, ebből is azért összehoztak egy kosarat. Igen, mindkét sarok üresben üresen volt. Aztán Simmons mutatta is, hogy ott fel kéne törölni, mert van egy izzadságfolt. Pedig Buddy Hield 11. tripla kísérlete ma. De hát, hogyha 5-5 bedob belőle, akkor miért ne dobná rá, hogy az egész szezonban 50%-kal dobja. Craig Victor egyébként elég radar alatti játékos, de ezen a meccsen nagyon jól játszik ő is, és nagyon hasznos. És ő is még csak másodéves. Hield, na duplázták egyből. Buford rontotta el, Spengler visszaszerzi, ő sem tudta rendesen felrakni. Újabb golyót nyel le, vagy inkább békát, hogy akkor a magyar fordítását mondjam a híres szólásmondásnak. Újabb békát nyel le az LSU. Mert talán picit az idővel is játszanak. De a lényeg az legyen, hogy kosarat szerezzenek, támadó fal Simonson. Az első faltja mindössze. Spengler, mint a ronybaba. Készen állt rá. Hát azt tudta, hogy Simmons nem fogja ennél messzebbről ráemelni. 6 perc vissza a találkozóból. Buford, sokadik rontása onnan közelről. Hield kapja meg a sarokban, ez most nem jó. Quarterman menti meg, Simmons bennmarad a pályán. Quarterman feláldozta rendesen a testét, de a labda az LSU-é lesz. But Simmons could really make a stronger case. Szerencséje van a srácnak, hogy éppen felállt. I've always said to the victor goes to sport. És mindezkor az Oklahoma élet végül a labda, hogy Simmons valószínűleg kiléphetett. 5 pont, tudja-e tartani magát az LSU Tigers? De az előbb szerencséje volt egyébként az LSU-nek, hogy nem kaptak pontot, mert Buford előtt nagyon üresen volt ott a sáv, amiben be tudott törni. Woodard ront, és most Buford gyakorlatilag rá mentette Spengler lábára. Hát hatalmas győzelem lenne ez a Tigersnek, akik tényleg a Madness-be jutásért küzdenek, minden meccs fontos nekik. Gyakorlatilag, hogy az SEC-t nem nyerik meg, akkor nagyon nehéz útjuk lesz. És most Simmons ütközött Woodard-del. Az Oklahoma játékos erre fújták a foltot. Igen, Woodard itt elég kétségbe esetten próbálta utolérni az emberét. Koccantak egyet. Simmonsnak gyakorlatilag annyira nem kocsán meg ez az ütközés azért. Fontos támadásra most az LSU-nál, mert megint egy pár perce el vannak csendesedve. Simmons továbbra sincs megelégedve a pálya nedvességével. Hát ezt már Curry-től eltanulta, hogyan kell a fogvédőt stílusosan kirakni. Nem a leghigiénikusabb rakosgatni egész meccsen. Hát, talán amíg ki is esik egyszer-kétszer. Igen. Simmons kapja meg a palánk alatt, és egy újabb faltot fújnak.
Jó pozícióba kapta meg Benny. Hát így meg tudják őt fogni. De ez jó az LSU-nek, mert az óra megint marad gyakorlatilag. Ők támadnak. És hát lassan 5 percen belül. Továbbra se rontott mezőnyből Ben Simmons. Hornsby a labdával. Blakeney. Megint lepörgött a támadóidő fele. Na, eljut Ben Simmonsig. Letint megveri. És megvan az első kiagyó dobása. Viszont cserébe visszaszerezte majdnem. Indulhat. Buddy Hield marad üresen, ő pedig megint büntet. Hát ezektől kell tartani a leginkább az LSU-nek, amikor gyakorlatilag 5 másodperccel kaptak 3 pontot. És az utóbbi 5 és fél percben egy 12-4-es futáson az Oklahoma. 6 triplánál Buddy Hield, meg se lepődünk rajta. Újabb eladott labda, Letin szerezte meg ezúttal Viktor kezéből. Akár vezethet is a Sooners. Hield megint beláll. Az is jó! Vezet a Sooners! Ez az ember elképesztő. A 7. triplája Buddy Hieldnek. A nézők se hiszik el. De mi sem. És az a fura, hogy nem csak, hogy megmutatjuk a két legjobb meccsét Buddy Hieldnek, hanem ő gyakorlatilag minden meccsen így játszik. És ez igazából, ami még nagy különbség Hield és Simmons között, hogy hát ez nem tudom mennyire hátrány, de Simmons nagyon megválogatja azt, hogy honnan dobja el, és ez, ennek is köszönhető, hogy gyakorlatilag az előbb láthattuk csak az első kihagyott dobását. Hield pedig azért ráemeli. Tehát, hogy 14-3 pontos kísérletnél jár. Nem fél szórni. Több mint 3 perce nincs kosara a Tigersnek. És hát emellett pedig kapják is azért rendesen. Elfogyott az előny. Viktor majdnem falltal együtt, mert büntetőzni. Craig Viktor. Spengler el volt késve picit. Viktor pedig egész meccsen mutatta, hogy ezeket be tudja dobálni. 4 faultnál Ryan Spengler. És elolvadt a 14 pontos második félidei előny. Főleg Buddy Hield jó voltából. De nagyon-nagyon rossz büntető volt. Még a hangja is fáj. That's been a disaster. They shoot 67% as a team. Free throw shooting can be the difference here. Oklahoma is a good free throw. 52%-kal büntetőzik Viktor. A 4-ből 3, amivel kiegyenlít. 3,5 perc, újraindul a találkozó. Spengler. Igen, szurkolóknak is megjött most a hangja. Simmonsra fújtak egy faultot. Őszinte leszek, én egy 20 pontos blowoutot vártam. Örülök, hogy nem így alakult. Mondjuk, hogyha egész meccsen így szórták volna a hármasokat. Hát akkor gyakorlatilag nem lett volna. Cousins találta meg a helyet. Kedim Letin pedig nem tudta behúzni, mert Ben Simmons annyira odaért, hogy legalább egy faultot beüssön. Ez itt Cousins passza is nagyon szép volt, meg az, ahogy Simmons utána még vissza tudott érni. Szépen ment el Isaiah Cousins. Most kemény falt volt, amivel megakadályozta a 2 pontot. Elég rossz büntetőző egyébként Kedim Letin, még ha most az elsőt be is dobta. Úgyhogy mondhatjuk, hogy jó falt volt Simmons részéről. Ekkor Letin. Hát gyönyörű, most azért bemenni. Gyönyörű reverse jinx, ahogy azt szoktuk, így van. 2 az a Sooners. Corderman, ő is eltűnt. Úgyhogy most dob egy 3-ast.
5-ből 5, Tim Kohler van a tripla vonalon túlról. És megint az LSU vezet. Alakul a parád és végjáték. Cousins dobja be. Megint az Oklahoma vezet. Most gyakorlatilag minden támadás kulcs fontosságú. Quarterman leosztja, Blake Newre sem. Tripla! Ki nem találná, Tommy, megint az LSU vezet. Hát gyakorlatilag az a Blakeney, aki elég halk volt ezen a meccsen. És ez nagyon fontos dobást értékesített. Cousins megint. Nem jó. Letin és Hill szedi össze. Cousins aztán lendületből beleáll. Buddy Hieldet keresi. Aki bedobja a 8. hármasát, megint az Oklahoma vezet. Hát ez nem normális. 32 pontos Buddy Hield. Olyan íve volt ennek a dobásnak is. Viktor! Nem jó, Blakeney visszaszedi, kiüti a kezéből Letin, és másfél perccel vége előtt labdával vezet az Oklahoma. Long Krueger is érezte, hogy jobb most kicsit lenyugtatni a kedélyeket. Hatalmas meccset látunk! Rendet kell most tenni ezért a fejekben, meg fontos, hogy egy jó támadást felrajzoljanak, mert itt akár egy tripla eldöntheti a meccset. És hát Buddy Hieldnek 8 azért már megvan belőle. Nézd, hogy megint meglett az a... 2/7 kezdett, azt hiszem. Igen. Megint meglett az az 50%. Igen. A 8. 30 plusz pontos meccse idén, mert egyébként megdöntötte Blake Griffin Oklahoma-s rekordját. Cousins csak beesik, 3 közte. Most mindenképp kosarat kell dobni a Tigersnek. Különben nagy gond van. Quarterman leosztja. Viktor a sarokba, Pedersen ront, Simons üti vissza, érzésem szerint Luzból foul lesz, és akkor 1-1 büntetőt dobhat Kedim Letin. Itt Quarterman-nek a döntése talán nem volt a legideálisabb, hogy ott megpróbálta megverni az emberét. Érzésem szerint neki nem ez a játéka, tehát hogy ő nem a labda vezetés az erősség, hanem inkább a 5/5 tripla, amit ma is megmutatott. Na akkor én most nem mondok semmit Kedim Letin büntetőzéséről, és akkor meglátjuk, ki jön-e a reális végeredmény. Igen, lejön a frontend, nem dobhat másodikat, és a gyors időkérés. Hornsby-t akarta visszarakni, Johnny Jones. Körbe kell venni most tripla dobókkal Ben Simmons-t. De lehet kettesre is menni még, aztán játszani a folt játékot. Egy pattanóra a dupla-duplától Ben Simmons. Negyven másodperc. Quarterman. Betakarják. Hát gyakorlatilag egész meccsen nem menne ki a gyűrűk. Nél a közeli befejezés. Úgyhogy nem is igazán értem ezt a döntést. Megint 1-1 dobhat az Oklahoma. Noha Woodard azért jó 40%-kal jobb büntetőző, mint Letin. Pláne az időkérés után volt furcsa, hogy egy ilyen támadást mutattak be. Be kell dobni az elsőt Jordan Woodardnek. Nem jó ez sem! Értékes pontokat hagyott a Sooners most! Nehezen tudom elképzelni, hogy most ne Simmons csináljon valami. Blakeney! Egál! Akkor jó. Blakeney második hatalmas triplája egymás után. 75-75! Kruger kikéri utolsó idejét! Antonio Blakeney egyenlít! Hát gyakorlatilag az utolsó támadás. Nál fog eldőlni ez. Most a védő oldalon kell megmutatni magát az LSU-nak.
És kegyetlenül kihasználják azt, hogy kihagyta mind a kétszer az 1-1 büntetőt az Oklahoma. Így lehetett egyenlíteni. Ennyiből egyébként nem rossz az a szabály. Dobd be az elsőt, érdemelt ki a másodikat. D&D-nek is kevesebb kihagyott büntetője. Most pedig akkor jöhet valószínűleg Buddy Hield. És hát 5 csapat is volt már első kiemelt az idei szezonban. Az első kiemelés után mind az 5 azonnal elbukott. Az Oklahoma most a győzelemért támadhat. Ha nem, akkor nézzünk még 5 percet. Hát két olyan játékosa is van az Oklahomának a Cousins és Hield személyében, akik gyakorlatilag 1-1-ben meg tudják csinálni. Igen, Woodard is veszélyes lehet. 20,3 másodperc. Bónuszban mindkét csapat, de 1-1-et dobhat az Oklahoma a faltban. 10 másodperc. Isaiah Cousins kezében. 5 másodperc. Cousins beleáll. Bedobja! 77-75! Nem kérnek időt! Quarterman! El kell dobni! Quarterman! Nem jó! És ráadásul már időn túl is volt talán. Nyer az első kiemelt Oklahoma Sooners! Nem kérték ki az időt! És Isaiah Cousins a meccs hőse! Hihetetlen találkozó volt! Hát reméljük egy ilyen fantasztikussal fogjuk folytatni. Kansas Kentucky következik, tehát azt hiszem, hogy mind Ben Simmons, mind pedig Buddy Hield megmutatta a tehetségét. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra! Viszont hallásra!